Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a következő lépése, hogyan közeledik hozzád, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt látható, hogy lesz közeledés, megvan hozzá a bátorsága, megvan a lelkesedés, amit ő még elérni szeretne, ez egy testi kapcsolat. Ő odafigyel rád, észrevesz téged, látja a barátnőidet, azt is, ha új ruhát vásároltál, észreveszi a változásokat, de erről nem beszél, nem mutatja ki, úgy tesz, minthogyha vak lenne, és semmit nem látna. De ez nem a valóság, hiszen itt is látható, hogy úgy figyelgeti az ajtódat, kijön, kimegy, és nagyon kíváncsi. Ő is szeretné azt, ha kinyílna ez a kapu, és nyitott lennél érzelmekről beszélni, vagy találkozni vele, szeretne téged meglátogatni, de mindig úgy érzi, hogy erőt kell mutatnia, és ez a kapu még mindig be van csukva. Tehát nem nyitott ki, hiszen más fele tekintesz, van itt egy másik ajtó, lehet, hogy a háttérben, a másik oldalon, ahol minden nyitott, és ez a kép itt utal a te nyitottságodra, de azt is jelenti, hogy ami téged most foglalkoztat, az a munkád és a hivatásod, hiszen a háttérben látható, hogy itt ezek a férfiak ott dolgoznak, tehát elfoglalt vagy. Mégis bízik a jövőben, és tudja azt, hogy itt lesz egy új kezdet, hiszen itt a 10-es szám jelent egy új periódust, amikor egy új ciklus kezdődik az életetekben. Itt lesznek örömteli dolgok, lesz itt egy ünnepség, meg vannak az érzelmek, a vidámság, sőt, lehet egy házasság is. Ő feltekint rád, és te vagy itt ez az istennő, ezen a képen is uralkodsz a víz eleme felett, az jelenti a te intuíciódat, a kreatív tevékenységeket, de az érzelmeket is. Tehát úgy érzi, hogy te is szereted őt, akkor is, ha itt még ez a kapu zárva van. De amit ő szeretne, és ez lesz a következő lépése, közeledik hozzád, ő elvárja azt, hogy kinyisd ezt az ajtót, és az ajtó előtt ott van az ajándék. Tehát lesz egy kellemes meglepetés, lesznek újdonságok, ezt szimbolizálja itt ez a gyermek. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.